Köszöntöm Önöket, ez a Bonyhádi Napló. Több mint 100 többségében fiatal népzenész, népdalénekes lépett fel a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozón a hétvégén. A nagymúltú szakmailag elismert versenyt 18. alkalommal rendezték meg Bonyhádon. A színfalak mögött hegedű, furúja és énekhangot hallani. Pár perc és kezdődik a szombat délutáni forduló Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A Halmos Béla népzenei találkozón idén 116 produkciót láthatott a közönség és a szakmai zsűri. A 18. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó nagyon fontos rendezvény, ez nagy múltú, ebből a számból lehet tudni, hogy ez egy nagyon nagy múltú rendezvény. Én azt hiszem, hogy kezdetektől fogva figyelemmel kísérem zsűritagként, most az utóbbi években zsűri elnökként, és hát azért örülünk ennek nagyon, ennek a Bonyhádi Találkozónak, mert mindig egy országos merítésből tud az ember tájékozódni. Én magam alap közép- és felsőfokon is tanítok, most alap- és felsőfokon, és ilyenkor az ember visszaigazolást kap arra, hogy most hogyan is áll ez a mozgalom. Nagyon nagy eredmény az, hogy a népművészeti területek bekerültek a művészetoktatásba, különösen a zenének örülünk, és az, hogy most már a teljes spektrumban kialakult, ez egy halatlan nagy siker, és ilyenkor az ember érzi azt, hogy visszaigazolást kap arról, hogy ez egy fontos terület volt. A magyar népi hagyományok ápolásáról és arról is szűk keresztmetszetet ad az országos találkozó, hogy újabb és újabb generációk nőnek fel, akiknek ugyanúgy fontos a népzene, a zenei és ezzel együtt a történelmi és erkölcsi gyökerek, mint elődeinknek. Erről tanúskodnak az országos tévé csatornákon évek óta nagy sikerrel futó tehetséggondozó versenyek is. Ha csak a szakma értesül arról, hogy hányan és milyen magas színvonalon, foglalkoznak a hagyományos zenei nyelv fenntartásával, hogy azt értsék, akkor az egy szerencsétlen dolog lenne, mert hisz ez az egész társadalomnak a javát kell, hogy szolgálja, és a PÁVA kiváló alkalom arra, hogy nagyon-nagyon széles körben eszközismerté váljon. És sose felejtem el, amikor én szentendrei vagyok, és amikor olyan ismerősökkel találkozom, akik egyébként nem szakmabéliek, más művészeti ágon, és amikor kicsattanó, hogy a lelkesedéssel beszélnek, hogy milyen szép produkció volt, és hogy milyen értelmesen beszéltek a fiatalok arról, hogy miért csinálják ezt, hogy itt tényleg nem egy tananyagnak a visszaadásáról van szó, hanem azonosulással. Tehát a zenei anyanyelvünkkel való azonosulásról van szó, és ez a lelkesedés, ez jelzi azt, hogy igenis szükség van. Van ilyen szakmai találkozókra is nagy szükség van, ahol, hogy úgy mondjam, egymás között vagyunk, és egymás értékeit felismerjük, segítjük egymást, együtt fejlődünk, a zsűri, a résztvevők mindannyian. Nagyon sokszor az értékelés olyan formán történik, hogy mindenkinek az erényéből vagy esendőségéből mindannyian tanulunk. Hát persze ezt nagyon finoman hozzuk létre ezt a szituációt, hogy nehogy valaki ezt visszavessen, hanem hogy mindenki tudjon ebből tanulni, tehát a másnak a kis problémájából én magam is tudok profitálni, de szükség van ezekre a nagyobb nyilvánosságot adó, hát hogy ugyan nagy PR értékkel bíró rendezvényekre is, úgyhogy a PÁVÁt mi ilyen értelemben nagyon szeretjük és fontosnak tartjuk, hogy az egész társadalom megismerje mindazt, amit mi a próbateremben, otthon a gyakorlás intimitásában végzünk évtizedek óta.
A korábbiaktól eltérően ezúttal az ifjúság és a felnőtt korcsoport mellett külön hirdették meg az indulást 14 éven aluli gyermekeknek, mivel a legtöbben az ország népzenei oktatást végző művészeti iskolák diákjai közül jönnek. Óvodás koromban ismerkedtem meg először óvodai foglalkozások keretében, aztán lettem úgy harmadikos, amikor úgy döntöttem, hogy elkezdek hegedülni. És ez azóta is töretlenül? Igen. A családban is van egyébként népzenész? Nincsen. Zenész sincsen, nem hogy népzenész. És mit szóltak a szüleid, rokonság, hogy te szeretnél zenélni? Örültek neki. Minden muzsika az úgy maradhat fönn, illetve minden kulturális érték, hogyha azt van, aki művelje és tovább adja. És a magyar hagyományok pontosan ezen alapulnak, hogy viszik tovább, adják tovább a fiatalok, a még fiatalabbaknak, remélem még fiatalnak számítok, itt ezt szerettem volna megjegyezni. Tehát, hogy az a lényege a dolognak, hogy szájról szájra hagyományozódik, vagy fülről fülre, vagy kézről kézre, és itt ez egy ékes példája annak, hogy a népzene még mindig a legkisebbek, a legfiatalabbak körébe is él, és élni is fog. Két lyukom tavaly, másik harmadik évi, ha tudtátok, nem a tiétek, miért adtatok enni? Én pedig a kakasomat nem hagyom levágni. Lyukom kender magos, ígyunk rá, jakomám azt, hogy megvan már a búvos. Fontos ez a bonyhádi találkozó ebben az egész magyarországi népzenei életben. Nyilván a gyermekkorosztály a legnépesebb, hiszen az alapfokon tanulnak a legtöbben. Az ifjúsági korosztály már, akik egy kicsit a szakma felé kacsingatnak, és a felnőtt korosztály az már tulajdonképpen azt jelenti, akik tulajdonképpen már eldöntötték, hogy talán a népzene, a népdal éneklés az életüknek a része lesz. Mindez azért nagyon jó, mert tényleg most már rendesen fölállt a rendszer. 10 éves évfordulóját ünnepelte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszéke. Azt szoktam mondani, az a szülő, aki a gyermekét népzeneszakra iratja alapfokú művészeti iskolába, vagy engedi, bizony az nem felelőtlen, mert hogyha a tehetséghez, a gyermek tehetségéhez szorgalom is társul, akkor a középfok és a felsőfok teljesítése után valóban élethivatása lehet most már bármelyik magyar fiatalnak a népzene. A találkozón elhangzó műsorszámok szinte az egész Kárpát-medence népdal és népzenei irodalmából merítettek. A hangszeres előadók mások mellett citerán, tekerőlanton, népi hegedűn, népi furulyán szólaltatják meg az autentikus magyar népzenét. Míg a színpadon megállás nélkül zajlanak a tehetséges zenészek és énekesek fellépései, addig az előtérben is muzsika szó tölti be a teret, épp Tatai Ernő hangszerkészítő tamburáit próbálgatja egy zenész.
Második alkalommal vagyok itt Bonyhádon, kis hangszer bemutatóra, és hát már sok helyen megfordultam, Budapesttől kezdve. Nagyon ez a hatodik kiállításom ebben az évben, és az idén megkaptam a Népi Iparművész címet, és most felkértek megint, hogy Bonyhádon kicsit tájékozó jellegű mutassam be a hangszereimet. Hát hoztam primtamburákat, 10 darabot körülbelül, és akkor hoztam a kísérő hangszereket, a B-tamburát, mint bassprim, dallamjátszó hangszer, a tambura zenekarban, és akkor hoztam kontrát, 2 darabot bemutatni a fiataloknak, hogy hát ha kedvet kapnak ehhez a szép hangszerekhez. Brilliáns a szervezés, évtizedek óta így van, és résztvevőként is, amikor az ember jelen van, akkor érzi a gondoskodást, a szeretetet, a figyelmet, és hát a zsűri pedig ennél az alkalomnál nem fugarkodik az érték ítélettel, tehát nem csak, hogy pontozunk, és valamiféle sorrendet állítunk föl a jelentkezők között, hanem bepróbálunk megerősíteni pozitív folyamatokat ott, ahol esetleg valamit korrigálni érdemes, azt szeretettel ugye megjegyezzük. Tehát azt hiszem, hogy azért is szeretik a résztvevők is ezt a versenyt, mert ez nem úgy verseny, hogy egyszer csak kiderül, hogy én hol vagyok, hanem kapnak segítséget is a továbbfejlődésükhöz. A produkciókat 4 tagú zsűri, Juhász Katalin néprajzkutató, Eredics Gábor, Mohácsi Albert és Vizeli Balázs népzenészek értékelték, a legjobbak nívó, illetve kiemelt nívó díjat kaptak. Pacsker. Sokunknak már csak gyermekkori emlékei vannak, hogy a nagymama, dédi a hideg hónapok beálltával, ilyen kötött lábra valóval kényeztetett bennünket. Bonyhádon azonban van egy kör, akik nem hagyják feledésbe merülni a hagyományos népi öltözete színpompás darabját. Ők a pacsker készítők, akiket munka közben látogattunk meg a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Különös hangulat kerít hatalmába, ahogy belépünk a Vörösmarty Művelődési Ház egyik felső emeleti termébe. A pacsker készítő hölgyek, asszonyok nem csak kézügyességüket, tapasztalatukat, jókedvüket és álhatatos munkájukat hozzák el a találkozóra, hanem egy ennél sokkal fontosabb, megfoghatatlan, mégis tapintható valóságot. A hagyományokat, azok tiszteletét és szeretetét, ezzel együtt pedig egy kicsit eltemetett őseinket is, mindig fürgekező és almaillatú nagymamákat, dédiket, akiket oly sokszor láthattunk téli estéken kézimunkázni, amiből áradt a gondoskodás és a szeretet melege. Engem, ahogy figyelem a hölgyeket, ilyen nem is gondolatok, inkább hangulatok kerítenek hatalmukba. A Pacsker Készítő Klub szokásos közös foglalkozására érkeztünk, és én csak ámulok, hogy bizony kéz és száj egyszerre is milyen jól tud együttműködni, mert a pacskerek készülése közben mindegyik asztalnál vidám társalgás zajlik, de természetesen a tanulás az előbbre való a mai alkalmon. Nem fogyasztott. Tehát most ezen, akkor csak simán átmegyek, igen, akkor meg. Már nem kell látom. Fogyasztani. És? Csak simán. És akkor két sor menjen. Ja. Ja, hogy ne legyen olyan hirtelen egy ja. Csücskös. A volt kolléganőm, az már korábban is kötött pacskerekat, és a barátnőmnek a barátnőm hívott el, hogy jöjjünk el. De nem nagyon sokszor tudok eljönni, mert más dolgaim vannak. De akkor a köté... Meg szeretném tanulni. Tulajdonképpen én székely vagyok, de nagyon tetszik a pacskerkötés, és meg szeretném tanulni. De azért úgy látom, hogy a kézimunkázás és a kötés, mert hogy nagyon szép az, ami a kezében van, az nem ismeretlen és nem idegen. Nem, én nagyon sokat kötöttem, amikor a gyerekeim picik voltak, de aztán utána egy időre abba maradt, mert elég sokszor későn értem haza a munkából. Aztán most nyugdíjas vagyok, és úgy gondolom, hogy egy picit jó lenne, hogyha az unokáknak át tudnám adni majd később a pacskerkötést. Mennyire nehéz egy gyakorlott
kötőnek, aki tud kézi munkázni? Mennyire nehéz a pacskerkötést megtanulni? Hát nehéz. Nekem le kell írni mindenfélét. Gondolom, hogyha egyet megcsinálok, akkor utána már egy kicsit könnyebb lesz. Hát akkor ez az első próbálkozás? Ez az első próbálkozás, igen. Igen. A barátom az már kötött egy párat, úgyhogy ő neki jobban megy, úgyhogy fog nekem segíteni. Elfoglal, szórakoztat, nem gondol az ember ilyenkor a betegségre, hanem dolgozik, jár a keze. Tévénél nem alszik el, hanem köt és figyel. Mióta kötés van, horgolás, gyerekkoromban függönyöket kellett horgolnunk, a szüleink arra tanítottak, utána pulóvereket, mikor bejöttek a divatba pulóverok, akkor azt csináltam, úgyhogy mindig elfoglaltam magam este ilyen dolgokkal, úgyhogy nem ültem hiába. Till Jánosné Marika néni férjével Szekszárdról érkezett. Marika néniről érdemes tudni, hogy a hagyományos sváb népviseleteket kutatja, illetve varja meg babaruha méretben. Gyönyörű munkáit különböző kiállításokon is megcsodálhatja a közönség, és igaz a mondás, a jó pap is holtig tanul. Járunk rendszeresen, nagyon szívesen, sokan vannak, most egy kicsit kevesen vagyunk, de van, amikor háromszor ennyien is vagyunk, és nagyon sok szép mintát cserélünk, van már egy szép kis mintagyűjteményünk, hát olyan 200 körül van már pacskermintánk, úgyhogy nagyon szépen alakul. Ugye, szeretnénk kiadni egy kiadványt a Kohilonkával, ami a pacskerokat összegyűjti, a pacskermintákat, sváb pacskermintákat, és hát arra készülünk, és azért is alakult ez a pacskerkör, hogy itt, akik itt vagyunk, mint hoz valamit, és akkor abból összeadódik egy szép kis gyűjtemény. A lényeg a hagyomány megőrzés, és lényeg az, hogy összegyűjtsük a mintákat. Azon kívül meg hát egy szórakozás is, mert nagyon sokan szívesen jönnek. Ez egy jó kis időtöltés. Lizi nénitől azután érdeklődtem, vajon mennyi időbe telhet engem megtanítani erre a gyönyörű kézi munkázásra. Csapjuk a magam, milyen ügyes? Hát én nagyon ügyes vagyok. Hát biztos, hát többször kell, mert most is itt volt egy kis fiatal a lány, azt is tanítjuk, tehát sokszor az ember attól függ, hogy nem is kötöttél egyáltalán? Na az, akkor már én 12 éves voltam, amikor elkezdtem. Ófalusi lány voltam, és akkoriban még jártunk Fonóba. És mindenki kötött, horgolt, vagy kézmunkázott, vagy hímzett, úgyhogy még minden este mentünk Fonóba. Ez a legszebb idő volt. És hát mi lesz ezekkel a pacskerokkal, gyönyörű pacskerokkal, miután elkészülnek? Használják őket? Hát van, amikor használom, mert ugye föl a Hofstelda kertbe, de így nem használom. Volt egy szomszéd asszony, annak kötöttem, de azért, mert télen nagyon meleg. Az ember papucsban van, akkor ezt nem, mint ez bele. És én egész télen nem pacskár, én szoknit kötöm magamnak. És akkor ki tudok bújni, és nem fázik a lábam, úgyhogy nagyon meleg. Ez gyakorló, ez nem is műszál. A pacskár egy jellegzetes sváb viselet, Tolna megyében különösen díszes motivumokkal ékesített lábbeli. Ebben a térségben, Tolnában és Baranyában sokaknak van gyűjteménye. Így merült fel Bonyhádon is az igény, hogy legyen olyan foglalkozás, ahol el lehet sajátítani a pacskerkötés fortéjait. Aki nem hiszi, járjon utána. Ennyi volt már a Bonyhádi naplóm, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!